Év végén a Karcagi György István Nagykun Múzeum munkatársai korábbi raktárukból mintegy 8000 tárgyat költöztettek ki, becsomagolva a volt laktanya egyik épületébe. Azóta elkezdődött a kicsomagolás és a tárgyak polcra helyezése. Dr. Nagy Molnár Miklós igazgatóval a kerámiák között beszélgettünk erről. Minden kerámia, ami a múzeum gyűjteményében található és nincs kiállításban, az itt található ebben a teremben. Első nagy feladatunk az volt, ugye, hogy a csomagolás után kibontsuk, illetve letisztítsuk a tárgyakat, hiszen már régen nem voltak kezelésbe véve. Megállapítottuk, hogy melyik tört el, melyik maradt éppen, melyik, hál' Istennek a szállítás közben, ugye mindig izgulni szoktunk, hogy hiába csomagol az ember óvatosan, azért előfordul néha, hogy összetörnek tárgyak. Hál' Istennek a mostani szállítás közben egy-két tárgyunk tört csak el, és ahogy itt lehet látni, azért több ezerről van szó. És megkezdődött a szisztematikus szétpakolása a tárgyaknak. Hát ez több hosszabb időt vesz igénybe, ugyanúgy, mint majd a többi tárgynak a szétpakolása is. Ugye itt az a szisztéma tulajdonképpen, hogy a falfelüli oszlopban, illetve a falfelüli polcon találhatók a régi kerámiák, tehát a 18-19. Századi kerámiák, 20. század elejé kerámiák a két polcsoron. A főzőedények legalul, aztán a tárolóedények, víz, bor, illetve pálinka tárolóedények találhatók. Azok között is megkülönböztetve a régi feketére égetetteket, illetve a mázas vörösekre égetett, például a köcsögök, és a mázas edényeknél a mázas köcsögök jönnek sorban. Tehát tulajdonképpen edény típus és használat típus szerint is igyekszünk szétpakolni a tárgyakat, pont azért, hogy könnyebb lehessen majd visszakeresni adott esetben, hogyha valamilyen kiállításhoz, vagy feldolgozáshoz, egyéb feldolgozáshoz kell ez a tárgy. Utána a történeti kerámiák után pedig szétrakjuk alkotók szerint. Tehát ugye jeles alkotók vannak Karcagon, Kántor Sándor volt az egyik, akit a leghíresebbnek tudunk. Ő a leghíresebb fazekasunk, aki sok mestert tanított. Őt követik majd a Szabó, tehát Szabó Mihály és ifjabb Szabó Mihály munkái, majd Esznagy István munkái és Szűcs Imre munkái, illetve a nádudvariak és máshova való kerámiák láthatók majd, tehát lehetnek ebben, majd tároljuk majd itt a polcokon elkülönítve. És majd itt kapnak helyet természetesen a russói család kerámiái, illetve csempéi, Kályha csempéi, amelyből ízelítőnek már itt is van egy jó pár darab, de ugye egy másik helységben még ott van az összes hagyaték, amelyet pár évvel ezelőtt sikerült megszereznünk, tehát a egykori Kályha csempe dúcok, amelyek ugye adták a budavári, többek közt a budavári palota kályhárnainak is a szemeit. Felajánlásból kaptak egy jégszekrényt is, a mai hűtőszekrény ősét, de vannak ekéik is, amit restauráltatni kellene a megyeszékhelyen lévő múzeumok restaurátoraival. Van a gyűjteményünkben például egy jégszekrény, ami ugye a hűtőszekrénynek az őse, egy fa szekrény, plé lemezzel kialakítva, felülről ketették bele a hűtendő árukat, és közepén egy hasáb, amiben jéget tették bele, ugye megvették a jégcsarnokba, hazavitték, berakták, és az sokáig, vagy vittek haza, és akkor jégverembe, mert otthon is alakítottak ki a veremben helyet, onnan pótolták, és akkor ez volt a hűtőszekrény őse. Alul egy kis csapja van például, hogy a felolvadó jég szépen ki tudjon folyni belőle. Tehát van például ilyen. Akkor ott vannak az ekéink, amelyek között szintén van olyan típus, ami nincs kiállítva a kiállításba. Ezeknek sokszor az a legnagyobb problémája, hogy nincsen restaurálva. Hiszen ma már a restaurálás nem két fillér, sosem volt az,
A múzeumnak nincs restaurátora, önálló restaurátora, hanem mindig a megyei múzeumból, vagy most már megyei jogú városi múzeumok, tehát megyeszékhelyekkel lévő múzeumok restaurátorait tudunk megkérni, akik szintén túlterheltek, hiszen az elég nekik a saját múzeumuk anyagát restaurálni. És ezért nem mindent tudunk kiállítani, holott azért van olyan, ami ma már pótolhatatlan azok közül. Nekünk most az a feladatunk, ugye, hogy szépen szétrakjuk, azért van szükség Dexon-salgó polcokra, és szépen szétrakjuk, hogy majd az utódaink egy szerencsésebb korban, amikor több pénz lesz restaurálásra, vagy több pályázat, vagy más lehetőségek, akkor majd azokat a tárgyakat, amiket mi megpróbálunk ezen a szinten megőrizni, meg tudják majd úgy csinálni, hogy utána egy másik életmódot tudjanak bemutatni. Hiszen csak akkor tudunk új szempontok alapján kiállításokat rendezni, ha tudjuk egyáltalán, hogy milyen anyagunk van. A csoportoknak az előírt létszámkorlát miatt érdemes előre bejelentkeznie. Most, amikor a kerámiákat szétrakjuk, akkor nem csak szétpakoljuk, hanem egyúttal egy revíziót is végrehajtunk. A revízió az egy olyan munka folyamat, amit a múzeológus szakmában meg kell csinálnunk, és 7 évente van előírva, kötelező jelleggel. Ez azt jelenti, hogy ilyenkor minden tárgyat a kezünkbe kell venni, meg kell nézni a leltári számát, leltári szám alapján be kell azonosítani a leltárkönyvbe, meg kell nézni, hogy megvan-e a leíró kartonja, ha nincs, pótolni kell az információkat rajta, amit tudunk. Meg kell nézni, milyen állapotban van, hogy azóta, amikor legutóbb revíziózták, hogy azóta romlott az állapota, vagy nem romlott az állapota, és ha romlott az állapota, azt is megjegyzésbe oda kell tenni, és azokat ezek közül kell utána tehát a restaurátornak tervet készítetnünk. Tehát ez egy olyan ideális állapot, amit még sosem hajtottak végre, tehát mióta Magyarországon múzeum van, ezt még a Nemzeti Múzeum sem tudta így megvalósítani. Újraindulnak a múzeumpedagógiai foglalkozások is, itt is kérik a telefonos egyeztetést.